Tudtad, hogy Rasputin, az orosz cárné szeretője sohasem volt pap? A szentőrültnek tartott Rasputin valójában házas ember volt és 3 gyereke született, akiket hátrahagyott azért, hogy elmeneküljön az igazságszolgáltatás elől, mivel állítólag részt vett egy lopásban. A menekülését ortodox vallási zarándoklatnak álcázta, és így férkőzött be az orosz cári udvarba, mint szentéletű csodatevő. Tudod, mi volt állítólag a varázs ereje? Írd meg hozzászólásban. Ha többet szeretnél tudni róla, látogass el az Időutazó YouTube csatornára.